1990-ben kezdődött a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetemen, szociális munka alapszakon. Amikor lehetőség volt rá, mesterképzéseket is indítottak, ez idő alatt két mesterképzést tudtak akkreditálni, amelyek népszerűek a hallgatók körében. Egy 2017. szeptemberében indult EFOP-os pályázat keretében most lehetőség van az eddig jól működő alapszakot még színvonalasabbá tenni úgy, hogy duális képzéssé fejlesztik. A projekt ideje az 37 hónap, tehát most 2017. szeptemberben kezdtünk, és majd 2020. szeptember 30-án ér véget a projekt, és amit mi vállaltunk, az egyik, az a szociális munka alapszak duális képzésé történő fejlesztése és hallgatók oktatása ebben a képzésben. A másik pedig pedagógiai módszertani fejlesztés, ami főleg az oktatók pedagógiai tudásának és módszertárának a bővítését, fejlesztését jelenti, például informatikai fejlesztés, digitális tananyagok elkészítése. És a harmadik pedig különböző olyan mérőeszközöket szeretnénk kifejleszteni, amelyek mondjuk a szakmára való alkalmasságból mutatnak meg valamit, és mondjuk ezt már beépítenénk a képzésbe való jelentkezésbe. Ezentúl hozzátartozik a projekthez a felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása is. A projekt a Pécsi Tudományegyetemmel és a Győri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban valósul meg, több mint 405,5 millió forintból, amelyből a Debreceni Egyetem valamivel több, mint 111 millió forintot kapott. A projekt kiemelt célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a gyakorlatorientáció. Úgy gondolom, hogy hegyet mászni tornateremben nem lehet megtanulni. Ki kell menni a hegyek közé, és a hegyek pedig többek között azon a területen is vannak, ahol én töltöttem az utolsó 3 évtizedemet, hiszen a szociális feszültség egy nagyon jelentős része halmozódik fel azon a területen, ahol én dolgozom. Nekem azért jelent nagyon sokat, hogy ez az oktatási intézmény, ami idestova már több mint negyed századra működik úgy, hogy együtt tudunk dolgozni, együtt tudják képezni azokat a szakembereket, amire nekünk roppant szükségünk van. És valószínűleg az oktatási intézménynek is nagy szüksége van a mi munkahelyünkre, hiszen a hallgatók ott tudnak felkészülni arra, hogy az ország minden részén hasznosítható szociális munkásokká váljanak. A megújuló duális képzés során a gyakorlóhelyeken nem csak dolgoznak, tanulhatnak is a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy a hallgatói jogviszonyon túl munkahelyel, és ezzel együtt munkabérrel is rendelkeznek majd a diákok.